Na nézzük akkor a folytatást. Egyelőre jól eltáncolgatnak magukban a nézők. Vége a szünetnek. Fönt van a színpadon mind a két játékos. Az első szettet tehát Stanton nyert, a második szettet Harwin, és így most egy-egyes állásról folytatódik tehát a mérkőzésük. Százas. Százdegyven a válasz. Hoppá. Így, a két szektor hiba is, ráadásul tripla mentes kör. Hatvanas. Átcsúszik a tripla ötösbe. 95. Volt itt minden, 81. Százassal folytatta Stanton. Százassal 120-ra megy le. Az is alatta. 60. Visszaesett egy kicsit a játék az angolnak. 95 körüli átlagon volt, és most lement 92 alá, és följött viszont Harvini 90 fölé átlagban. Tehát elég jelentős változás alakult ki most a két játékos között. Mind a ketten 120-as kiszállón. Kellene egy tripla. Nincs tripla. 60-as. Ugye ne felejtsük el, hogy hátsó pályáról jön most. Nem dobja be! Hiba! Meg tudja dobni vajon Stanton? A kis két nyila lesz majd a dupla 20-ra. Dupla 10. Dupla 5-ös. És nem dobja be! Megint a kiszállókkal van gond. Ez volt a probléma az előző szett végén is. Dupla 5-ös. Még mindig a dupla 5, az egy jó jelzőnyíl. Nem dobja be! Na! Na nézzük, rádob vagy? Egy, új, majdnem 20-as lett. Egy nyila van, négy duplára már csak. Picit alatta. Az meg egy 17-es. Be is sokalt. Na nézzük, hogy ő hogy oldja meg. Az viszont teljesen a közepén, az nagyon jót jelent. Dupla egy. Ő se tudja megoldani. Szenvednek most a duplák megdobásával mind a ketten. Megint meg egyes dob előbb. Nézzük. Azt igen. Besokal! Nem találja el a szektort. Amióta érzi, hogy lehetősége lett volna akár kettővel is elhúzni, ugye itt a már második szedben látszódott rajta, hogy elkezdett izgulni az angol. Bedobja végül nagy nehézségek árán Harvini, és így az övé az elsőleg, és ez meg is látszódik ez a szenvedés itt a duplák terén az átlagukban, és hiszen lementek jóval 90 alá mind a ketten. Milyen kalapot láttad, ilyen villogós kalap? Ja, most... Az? Igen. Aha.
Hihetetlen, hogy még a technikájuk is hasonlít egymásra. Ugye Erevini és... Úgy közben azt hittem, hogy 180-at fog dobni. És Cody Harris. 140, igen. Lent jön a 19-es, ebből keveset láttunk. Nagyon 134! Szép. Valóban nem nagyon dobtak. Így van, így van. 19-es triplára. Ó, 40! Ezt nem tudom, jól kezdett, de jelentősen visszaesett. 60-as. Azért még nem reménytelen, hogy elvigye ezt a Leggett Stanton. Így különösen, hogy jön most tripla. De nagyon meg kell nyomnia. 140 elemegy 181-re. Még mindig az Új-Zélandinál van az esély, csak triplát kell hozzádobni. 60! Megint tripla nélküli kör. Ezt most már nem is tudom, hanyatszor játssza el. De ez a szektor megvan, de ezen a szinten triplát kell dobni ahhoz, hogyha valaki mérkőzést szeretne nyerni. 60-as, ő sem dob. Szietett, néztek. Levált. 65, 25, 122-re kerekített. Na nézzük azt a 121-et, megvan gyönyörű. Megvan a tripla. Tripla 11, vagy sima 11. Nem, nem megy rá. Ó, ez azért 59-e van. Nem, 58, bocsánat, mert 61-re dobta. 18-as. Könyörgöm, tessék ezt megbüntetni. Még mindig jó tripla 18. Bedobja, bedobja, és a búl! Oh! Tűzzel játszott itt Stanton. Hát ilyet nem ment rá a 11-esre, hanem 25-öst akar dobni. És bedobja. 1-1. Simon Stanton. Lefty egy kicsit el... majdnem elmérte. Nem is ő kezd. Gyorsan vissza is jött. Third leg. Nyolcvanegyes. Az jó, már második nyíl. 140. Na, eddig mindig jól is szokott menni, hát, és akkor utána jönnek 60, 60, 60, három körön keresztül. Lát, csúszik a triple egybe, levált, lesz 120. Igen! Most viszont jól kezdi Heroin, jól is folytatja. 180! Igen. Második 185. a meccsen. Hat van. Na most lemehet akár 100 alá is, de kell akkor tripla. Megvan. 20, igen. 85-et, dég, és nagyon szépen a harmadik is a triplába. Ezt nagyon jól csinálta Hervini. Természetesen nem 180. Nem 180, hanem 36, tehát 10 nyilasra dobhat. 11. nyíl. 12. nyíl. Bedobja! Ez nagyon szép. Egy 12 nyilas hátsó pályáról. Ez volt eddig a legjobb leg a mérkőzésen.
Game on! És jól is kezd. Hoppá, oh, az is alatt benne van, igen. 140. Kezdés. Ez jó, jó meccset játszanak. Igen. Most. Az átlagok mondjuk nincsenek az egekbe. 87 fölött van mind a kettő. Igen, azért az nagyon jó átlag. Nagyon-nagyon azonos igen. Átlagon állnak. Most jött a váltásra a tripla 19-es. Igen, 140 Stantonnak rá kell kapcsolni. Rovini most nagyon jól játszik, most egymás után jönnek a legalább egy triplás, de sokszor két triplás körök. Hát ott is jött tripla, csak hát nem oda szánta. Nincs kiszállón. Stanton pedig megy utána. 133 lett így. Nem jött a 25, ugye arra szeretett volna. A tripla 19. Gyönyörű, két triplás. 38-ra tudott így lemenni. Szektorhiba. Az talán benne van, de mérget nem benne. Benne van, igen. 85. Nem dobja be a dupla 8-at, de még nem biztos, hogy lesz rá lehetősége. 107-es kiszálló. Nincs tripla. Igen. Á, nem dobja be, 70 pontja van, tripla 18, vagy tripla 10, de ő a tripla 10-et fogja váltani. 43. Darren requires 16. Ó, dupla 4. Nincs az benne, hiába kukucskát. Értetlen, és a szettér most már... Most mondta, lehetett hallani a single-ét. Bemondta neki a mérkőzésvezető. Bedobja! Ővé így a... És egy kis új-zélandi örömtánc. 2-1-re vezet. Egy szett kell a továbbjutáshoz Herovininek. Az első... Szedben még nem brillírozott, aztán szépen egyre felfelé ívelő formát mutat. Százas. Az is jó most. Válaszként százas. És ugye az új-zélandinak könnyebb dolga van, hisz neki csak a kezdéseit kéne hoznia. De még egy százas. Dolog, ami fontos, hogy itt nincsenek írók, mint a PDC-ben. Igen, igen. Nyolcvanegy. Mondom, most már nem nagyon vannak triplamentes körei Herovininek. Hoppá. Megint egy 81. Nagyon szép egyébként, egyenletes most ez a 100-100-100.
Igen, annyiba változott a játéka, hogy a triplamentes körök nincsenek. 93. És még most 18-ason is ott jön a tripla. Ugyanúgy jön a 97-es válasz. Kiszálló mind a ketten. Tripla 19, jó. Az is, és 32. Ó, 16 maradt, 92 dobott. Na, de hát extra kiszálló áll Stanton előtt. 142. Megvan a tripla, jó a kezdés. Levált. Hoppá. A 9-esben van. A számolást igényel, mert nem oda szánta. 55 pontja van. 102. Így 40-re kerekít. Ott van a teher azért. Bedobja! Pont a sarokba! Igen. Second leg, Simon to throw first. Game on. Igen. Egy százas volt a kezdés így. Százas a válasz. Hatvanas. Az jó az első nyíl, a második már fölötte. 140 megint, és most ezzel egy kis előny tudott magának kiharcolni, de azonnal jön rá a válasz. A kettő is benne. 180! És ezzel lemegy kiszállóra, 161. Kell a tripla 20-as, vagy az 51? Bedobja, 170 a maradék. Darren requires 170. 170-et ugye láthattunk, mondtam, Chris Landman dobott egy 170-es kiszállót. 41, ez nagyon rossz dobás volt, 129 a maradék. Ő is mosolygott rajta. Nagyon jó, dupla 20. Bedobja. Nem dobja be. Én is azt hittem, igen. Nem lehetett látni rendesen. De nagyon közel volt. Előtt megy le. Na, nézzük Stantont. Ezt kötelező bedobni. Dupla 5. Nem egy könnyű. Még mindig jó a dupla 5. Van. Nem dobja be! És hát, ha most meglép Hervini 2-0-ra, akkor nagyon-nagyon kilátástalan helyzetbe hoz a Stantont. De már csak egy nyila van. Kicsit ki kell állnia, és még mindig jó, 32. Nem dobja be! Kap egy újabb esélyt Stanton. Tehát ez nagyon, ez majdnem, hogy meccs nyillal élő. Majdnem, hogy meccs nyila volt így. Hoppá, csak megint lesz kezdődik az, így, amit már láttunk. Ó, az majdnem megint 18-as lett. Nem dobja be! És újabb break chance, és utána kezdhet a győzelemért, be is dobja elsőre. Stanton pedig jól kezdte kiszállózás terén a mérkőzés, de most az utóbbi időszakban egyre rosszabb. Olyan, mintha így elmenne belőle a hit, nem? Igen. Tehát ez már de 1-0-ra vezetett, bekezdett jól, és utána egyszer csak elkezdett hibázgatni. És általában ilyenkor még a tömeg is, egy idő után a tömeg sem megy neki úgy. Pedig teljesen egyformán vannak, igen. Átlagban. 140-es kezdés, ez nagyon jó.
Nagyon nehéz helyzetben van most Simon. Az benne van. Százas válasz. Még a lánynak kihozta belőle, amit lehetett. Most neki nem berakja alá. Nem, sikerült. Igen, 60. Jó meccset játszanak. Ott se jön a tripla. 60, nem jött, nem bírta kihasználni most a 140 után a 60-at. És azonnal jön is a tripla. 140-nel kiszálló lehet. 97-es, hát egyre nagyobb bajba kerül Stanton. Így különösen, hogy nincs tripla, hanem helyette egy egyes. 41 ez nagy hiba volt. Ott a tripla. De szép. Még az egy. Is. Lemegy 24-re. 180! Ez igen. Egekben jár Stanton. 200-ra megy, nem, csak le, miközben már kiszállóra győzelemért a Ferrini. Ez kicsit fölötte. Még egy meccs nyíl. Bedobja! És ezzel megnyeri! Nem úgy indult pedig a mérkőzés, hogy ezt Ferrini végül is, ha úgy veszük, simán megnyeri, mert az első szedben jobb volt Simon Stanton, és utána szépen fokozatosan már nem csak 60-akat dobott triplamentes köröket, hanem egyre több triplás kört. És ennek és jól is kiszállózott ráadásul Ferrini Stantonról, ez nem volt elmondható, így aztán az új-zélandi ment tovább. Itt van az átlaga, illetve a statisztikája a mérkőzésnek. 7 darab 180-as született. Az átlagok az nagyon közel azonos, a 9 nyilas átlagban Ferrini jobb, ő 100 fölött zárta a mérkőzést. Na hát akkor... Hát egy meccsen túl vagyunk, most természetesen tartunk egy pici szünetet, és aztán várjuk a folytatást majd Londonból.